Hatalmas nagy összefogásról álmodozunk mindannyian, és itt van két nagyszerű koponya, akik azon vitatkoztak össze, hogy kinek van igaza, ahelyett, hogy azt néznénk, hogy mi az igazság. Ugye a Zoli, aki az összefogás pártjai képviselőnek a személyes tanácsadó, és Misit, amióta ismerem, tanácsadómnak tekintem, és nagyon sokat tanultam tőle. Tehát ez az, amit át kellene gondolnunk, hogy azt keressük, hogy mi az igazság. És ha megengeditek, akkor lenne egy ügyrendi javaslatom, ha már ugye a házigazdák dolgoztatok, Erzsiék és Katiék is, hogy kérdéseket állítottatok össze, és másoknak is megkerestétek a véleményét, mi lenne, hogy mielőtt hozzászólásokban kifejtenénk hosszan, hogy ki mit gondol, hogy ezeket a kérdéseket, amiket ti idehoztatok, ugye itt volt 6, meg nektek még 3, ezeket ilyen 2 percesekben, akinek az adott kérdéshez van hozzászólása, egyenként a kérdésekre adnánk egy ilyen rövid válaszokat, és akkor utána mások is vagy tehetnének fel kérdéseket, vagy a hozzászólás szólókhoz inkább kérdeznének. Mert én azt gondolom, hogy akkor jutunk előrébb, ha kérdezünk egymástól, és megismerjük egymás véleményét, mint sem, hogy a magunkét hosszasan fejtegetnénk. Ezzel egyetértek, főleg azért, mert ezeket a pontokat úgy kellene átbeszélni, hogy ugye a pártok képviselői azok, akik valójában meg tudják tenni, hogy fogtok-e tudni egy olyan összefogást létrehozni, ami utána a civileknek egyfajta segítség lehet a választások során. Úgyhogy akár úgy is mehetünk, hogy akkor újra, aki szeretne ezekre a kérdésekre válaszolni, hogy be tudja vállalni a párt, akkor ezt vegyük előről. Így vagy pedig... Szerintem így csináljuk, hogy van egy kérdés, és előre jelöljük ki az, aki ehhez hozzászólna az adott kérdéshez. Én akkor elmondom még egyszer, ha mindig egyet mondja el szerintem, jó? Egyet dobjunk csak fel egy kérdést akkor előre. Az első, ahogy feljött, vagy az államadosság, mert volt, ami tette egymást. A lakhatáshoz való jó. Például, legyen ez az első, a lakhatáshoz való jó. Hogy van-e?